Sziasztok! Azt terveztem, csinálok egy ilyen vlogszerű. Azt terveztem, hogy most csinálok egy bemutatót erről az új bicikliútról, ami itt készült Móron. Ez átmegy Budajkra. Mindig a nagy tempó miatt nem tudok beszélni menet közben. Azt terveztem, hogy most lassabban megyek. Próbálok majd beszélni is. Ő az én paripám. Bianchi C2C. Full carbon. Drace szettel. Igazából ez egy kezd csináló azoknak, akik még nem tudják, hogy milyen jó országútival kerékpározni. Általában ilyen 1000 kilométert megyek havonta, persze jó időbe, nyári szezonban. Jó kondit ad. Kikapcsol, szeretek bicózni. Azt még nem tudom, hogy meddig megyek. Általában úgy van, hogy csak elindulok, majd kiderül. Persze mindig van egy elképzelés, hova szeretnék elmenni. Most úgy tervezem, elmegyek a balatoni magas partig, a ligán, ami van. Itt azért lesz egy olyan rész, ahol nem árt vigyázni, át kell kelni a főútvonalon. Hogy azért, mert kameráztam, azért állt meg az autó. Egyre több ilyen autós van, aki már közelebb áll a kerékpárosokhoz. Sajnos elég sok van, akik nem szeretik őket. Biztos megvan rá az okuk, mert én is látom, hogy vannak olyan biciklisek, akik nem igazából tartják be a szabályokat, valamint a közlekedési szabályokat, és felbosszantják az autósokat. Én, ha tehetem, akkor kerékpár úton megyek. Ez is az. Hát haladok Budajk fele. Onnan is van majd Csurgó, Iszka-Szentgyörgyről, kerékpárút, Fehérvárig. Onnan többször mentem Velencére, Velencei körre. Végig körbe van. A 74%. Hát közben majd haladok. Úgyis csak szebb, látványosabb helyen kamerázok. Mert terveim szerint ez is lesz legalább 4 órás túra.
felesleges vigyikamerázni. Ez az egyik kedvenc helyem, többször le szoktam kamerázni. Szívesen játszottam volna gyerekkoromban itt Winnetouval és All Shatterhanddel. Ezt az utat már többen ismerik, Tiszkaszentgyörgyről megy át Székesfehérvárra. Azért szeretem ezt a részt, mert tényleg csendes. Nem járnak autók mellettünk, végén hagynak. Most már kézből kell kameráznom, mert a kamerának a helye itt van, ujjamnál. Csak vettem egy új komputert, ezt a Garmin Explorer 1-et. Mérete miatt nagyon belelóg a felvételbe, sok hasznos részt kitakar. Első látásra tudtam, hogy ez megfelelő lesz. Ez navigális, használja három szenzort. Tetszik. Közben beértem Fehérvárra. Itt majd el kell raknom a kamerát, a forgalom miatt is. Hát suhanok Fehérváron. Szerintem a Balaton irányába majd.
értem Balaton akaratjára. Ez a kedvenc kerékpárutam. Körbe megy a Balaton körül. Minden évben körbe megyek a Balaton körül. Idén már kétszer megtettem. 7 óra 14 perc volt az idén. Itt azért vagyunk többen. Nem olyan unalmas. Ez is az egyik kedvencem. A sok közül. Hogy? Hamarosan Szántódon leszek. Ha megtalálom az átkelőt, akkor átmegyünk Kompal. Remélem kompatibilis. Na hát most úgy néz ki, hogy vízipiciklizni fogok.
ez is az egyik kedvenc helyem. Szeretek itt megállni. Nagyon szép. Na hát, délidő van. Azért biciklizek ilyenkor, ebédidőben, mert fő az egészség. Na hát ez Almádi. Ezt is szeretem. Na hát most hagyom el majd Derhidát. Szemben a Bakony, Vagyas. A szépen majd megkerüljük. Mert így 140 km után nincs kedvem áthajtani a Bakonyon. Újra itt vagyok, Bodajki bicikli úton. Nehéz lett volna beszélni. Ott a vértes. Én pedig mindjárt 180 km-nél járok. Ez már a Móri kerékpárút. Hamarosan hazaérek. Hát közben hazaértem.